Turisztikai fejlesztés, strandnyitás, iskolai kötelező és választott feladatok egyaránt helyet kaptak a mai Barcsi krónikában. No és természetesen a koronavírus körképünk is folytatódik. Jó napot kívánok! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Barcs Média szerkesztősége nevében. Tudják, ez az a szerkesztőség, amelyet a hét minden napján hívhatnak. 0670-639-1027 és 565-266, ezek a telefonszámaink, de az infokukac.barcsmedia.hu-ra is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket és véleményeiket. És akkor kezdődjön a Barcsi krónika. Elsőként is nézzük főbb témáinkat röviden. Turisztikai központtá alakul a Barcsi dohány és sóraktár épülete a Dráva partján. Több mint 1 milliós fejlesztés indul a kikötőnél. Újrakezdés. Megnyitott a kültéri medencéit a Barcsi strand is a hosszú hétvégére. A kötelező ügyelettartás mellett gyalogos és kerékpáros túrákra készül a Deák Ferenc általános iskola. Lesz táborozás az Arany János általános iskolában is, már megkezdődtek a napközis tábor előkészületei és a dzsúdóterem felújítási munkálatai is. Átfoglalás, lemondások, halasztások, nem kis tervezést igényel a barcsiak idei nyaralása, a járókelőket kérdeztük. Lassacskán a szépségipar szolgáltatóinak rendje is helyreáll, szigorú rend szerint fogadják vendégeiket a barcsi manikűrösök és fodrászok is. Elnyerte a több mint 1 millió eurós nemzetközi pályázat támogatását a Barcsi önkormányzat, így turisztikai központ lesz a kikötő egykori sóraktárából. A helyi védelem alatt álló épület több célt szolgálhat a jövőben, de egyelőre még csak a tervezés kezdődhet meg. A polgármester szerint a jövő évnél korábban biztos nem lesz építkezés. Így fest jelenleg a helyi védelem alatt álló egykori sóraktár épülete, amelynek rekonstrukciójára az elmúlt évek során többször is nyújtott be pályázatot a Barcsi önkormányzat. A város legrégebbi épületeinek egyike a kikötő partján álló épület, amelyet az 1800-as évektől a drávai hajózás fénykorában dohány és sóraktárként üzemeltettek. Jó ideje üresen áll, a vízi teherforgalom megszűnése óta keresi igazi új funkcióját. Több éves terv, hogy turisztikai központtá alakítanák át az épületet és környékét, erre az előző ciklusban nemzetközi forrásra is nyújtott be pályázatot Barcs. Barcs városa beadott egy interreges pályázatot, közösen Eszékkel és Belistje horvát településekkel, városokkal. Barcs városa ebbe vezető szerepet visz, és ennek a pályázatnak a keretébe újítanánk meg az úgynevezett sóraktárat. Ezt ugye megvásárolta a város, és most már tulajdonában van. Itt az előző tulajdonos is turisztikai fejlesztést szeretett volna végrehajtani. Ez egy 1 millió 290 eurós pályázat, amiből 85% uniós pénz, 15% hazai forrás, és a város biztosít 5% saját erőt. Itt teljesen megújítanánk ezt az épületet, hiszen ez már düledezik, illetve láthatják az idejárók, hogy az épület már bontva van. Kialakítanánk itt kerékpártárolót, csónak lehajtó is van, ugye itt a sólyatér, kajakkenut átköltöztetnénk ide, és lenne interaktív rész és kiszolgáló helyiségek, többek között lenne egy büfé és közösségi tér. Barcs egyik leglátogatottabb helye a kikötő és annak térsége. A motorcsónakok és a jégmadár is itt pihen. A vasút és buszpályaudvar szomszédságában fekvő sóraktár kerékpárral is jól megközelíthető. A tervek szerint a természet és a Dráva szerelmeseit vonzhatja leginkább az itt építendő turisztikai központ, hiszen a vízitúrákhoz szükséges eszközök tárolására és vízre bocsátására alkalmas helyek mellett a bicikliseknek is külön kiszolgáló egységeket építenek ki. Az interaktív bemutató, amely a térség természeti és épített értékeit veszi majd számba, minden korosztályt vonzhat.
Mindenki a célközönség, tehát gyakorlatilag aki Barcs városába érkezik, akár a melegfürdő miatt, akár a Dráva szépségei miatt, mindenkit szívesen várunk, mindenki célközönség, minél több embert szeretnénk ide csalogatni, és mindenki találja meg a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A turisztikai koncepció szerves része a most elnyert pályázat, jól illeszkedik a több éves koncepcióba, hangsúlyozta a polgármester. Ez szerves része a turisztikának, hiszen ahol most mi itt állunk, ez nem a város tulajdona, ez a parti sétánya, a Dél-Dunántúli Nemzeti Parknak a tulajdona. Ebbe az irányba is elindultak tárgyalások, és cserélni fogunk területet, Dráva-Szentesi területet, azért, hogy ez az egész sétány a város tulajdonába került, illetve avval a jó hírrel tudok még szolgálni, hogy ezen a héten a drávai szabadstrandnak a területének a szerződését aláírtuk a Drávakóp Szövetkezet elnökével, beadásra került a földhivatalba, várjuk a Nemzeti Parknak az engedélyét, illetve lemondását a elővásárlási jogáról, és akkor a szabadstrand, a kikötő teljes egészében a város tulajdonába kerül, összekötjük, és apró változtatásokat az interreges pályázaton is lehet majd még eszközölni. Ehhez várják majd a szabadidős egyesületek, a turisztikai szervezetek ötleteit is, de igény esetén lakossági egyeztetést is tartanak még, mondta a polgármester. Kós Csaba szerint a kivitelezés legkorábban 2021-ben kezdődhet el, hiszen a tervezési folyamat még most fordul élesbe, így a munkafolyamatokat, kiviteli terveket is egyeztetni kell még. Nyertes pályázat és turisztikai fejlesztés után nyertes pályázat és turisztikai elképzelés, de már a Deák Ferenc Általános Iskolában. Az oktatási intézmény igazgatója, Bencéni Németh Bernadett a vendégünk. Jó napot kívánok, szia Betti! Szia, és jó estét kívánok a nézőknek! Azt mondtam, hogy nyertes pályázat és turisztika, ez mit jelent nálatok a Deák Ferenc Általános Iskolában? A tavalyi évben csatlakoztunk először a kormány felhívásához, amikor is vándortáborokat szerveztek országszerte. Háromféle táborba lehetett jelentkezni, erdei gyalogos táborba, bringás vándortáborba és vízi vándortáborba. Mi a tavalyi évben az erdei gyalogos vándortábort céloztuk meg, és egy felejthetetlen hetet töltöttünk együtt a gyerekekkel a Vasi hegyháton. Ezen felbuzdulva az idén úgy gondoltuk, hogy egy kicsit szélesítjük a palettát, és az erdei gyalogos vándortábort a bringás vándortáborral is kiegészítettük. Már az év elején megkezdtük a táborok szervezését, akkor kellett jelentkeznünk a megjelölt időpontokra és helyszínekre. Ez meg is történt. Aztán a gyerekek is lassan-lassan összegyűltek, és meglett a csapatunk mindkét táborhoz. Sajnos március közepén úgy tűnt, hogy mindez nem fog megvalósulni, hiszen kitört a járványhelyzet az egész országban, de a múlt héten érkezett az a lehetőség, hogy mégiscsak megszervezhetjük a meghirdetett táborokat az eredetileg tervezett időpontban és feltételekkel. Ennek a szervezése zajlik most. Úgyhogy június 22-én több mint 20 gyerekkel fogunk indulni a Pilisbe egy erdei gyalogos vándortáborba, három felnőtt kíséretében, és azt követően egy rövid egyhetes pihenő után a bringás vándorokkal, akik 15-en lesznek, a Felső-Tisza vidékét célozzuk meg. Ugye a Deák Ferenc Általános Iskolában, ahogy véget ért a tanév, mindig kezdődött rögtön egy nyelvi tábor, egy napközis tábor. Mi a helyzet most ezen a két táboron túl, még mi várja a gyerekeket? A tanév végét követően az idei évben, június utolsó két hetében kötelezően felügyeletet fogunk biztosítani azoknak a gyerekeknek a számára, akik ezt igényelték. Az igényfelmérések már megtörténtek ezekre a felügyeletekre, és ezt követően pedig egyelőre ott tartunk, hogy a július, illetve augusztusi időszakra az Erzsébet napközis, illetve más napközis táborok lehetőségére történt meg az igényfelmérés. A részletekről egyelőre még mi sem kaptunk tájékoztatást a tankerületi központtól,
úgy tudjuk, hogy az igényfelmérést követően fogják majd kialakítani az álláspontot, hogy mit és hogyan is szervezzünk meg. Érdeklődés? Érdeklődés mindenre van, a felügyeletre is, június utolsó két hetében, illetve augusztus utolsó hetében is biztosítjuk ezt a felügyeletet a gyerekek számára, és a napközis táborokra is van érdeklődés, ugyan kevesebb számban jelentkeztek a gyerekek, mint az eddig megszokott, hiszen szinte az egész alsó tagozat részt vett nálunk ezeken a napközis táborokon az előző években. Valamint az Erzsébet Balatoni ottalvós táborokra is már a gyerekek és a szülők érdeklődnek, hogy megtartjuk-e, hogy tartjuk meg. Sajnos ezzel kapcsolatban még egyelőre semmiféle információval nem rendelkezünk. Én nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben ezeket is megkapjuk, és annak a szervezésének is neki kezdhetünk. Gondolom, a gyerekek már nagyon várják, hogy újra közösségben legyenek, hogy újra együtt legyen a csapat. Talán ez még hatványozottabban jelentkezik a végzősöknél. Így van, ezt mi is érezzük, hiszen szinte napi szinten kapunk üzeneteket a gyerekektől. Pont ezért gondoltuk is úgy, amikor a közeljövőben az enyhítő kormányrendelkezések megjelentek, hogy mi biztos nem leszünk gátja annak, hogy személyes búcsút vehessenek a gyerekek egymástól, amikor elköszönnek az általános iskola végén. És nagyon hamar meghoztuk a tantestülettel az ezt érintő döntéseket, és úgy döntöttünk, hogy az eredeti időpontban, június 13-án megtartjuk azt a kis ballagás, de tényleg a kis szón van itt a hangsúly, ahol a végzősök elbúcsúzhatnak egymástól, illetve az osztályfőnökeiktől. Sajnos ezen a rendezvényen szülők és egyéb érdeklődők, rokonok nem vehetnek részt, kizárólag a végzős tanulók, illetve az iskola pedagógusai. Minden ide vonatkozó rendelkezést és szabályt természetesen be fogunk tartani, de mindenképpen úgy gondolom, hogy fontos, hogy a gyerekek méltóképpen vehessenek egymástól is búcsút. És ez nem csak a 8-as diákokat fogja érinteni, hiszen ugye mi általános iskola révén, ezért két tagozatra oszlik az iskola, a felső és alsó tagozatra, és az alsó tagozattól való búcsúzkodás is egy kicsit nagyobb szabás és ünnepélyesebb dolog szokott lenni. Így természetesen a negyedik évfolyamosokat sem fosztjuk meg ettől a lehetőségtől, hogy a tanítónéniktől és a kisdiáktól elbúcsúzzanak. Nekik június 15-én a tanév hivatalosan is utolsó tanítási napján tartunk egy kis búcsú ünnepséget, amikor a bizonyítványokat is átvehetik. De ez még két hét. Így van. Addig még tanulás is van. Így igaz. A már említett enyhítő kormányrendelkezések következtében június 2-ától kiscsoportos, illetve egyéni konzultációra hívhatják be az iskolák azokat a diákokat, akiket a digitális munkarendben nem sikerült elérni, illetve akik egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra szorulnak például ahhoz, hogy sikeresen fejezhessék be a 19-2020-as tanévet. Ezekre a konzultációkra a behívásokat már összegyűjtöttük a pedagógus kollégáktól. Minden egyes pedagógus személyre szabottan döntötte el, hogy melyik gyermeket milyen tantárgyból és milyen rendszerességgel kívánja behívni a tanítási év utolsó két hetében. A beosztások már elkészültek az első alkalmakra. Erről a szülők a Kréta rendszer üzenetfülén keresztül fognak hivatalos tájékoztatót kapni, és természetesen telefonon is megkeressük őket, hiszen amint említettem, legtöbb esetben azokról a gyerekekről van szó, akiket a digitális rendben nem sikerült elérnünk, így azért fennáll a veszélye annak is, hogy a krétát ezt nem mindig követik figyelemmel a szüleik, úgyhogy telefonon is utolérjük őket, és június 2-ától várjuk őket. Hogy lehetett ezekkel a szülőkkel és ezekkel a gyerekekkel egyébként tartani a kapcsolatot? Hát egy hullámvasútnak nevezném. Volt, akivel könnyebb, és volt, akivel nehezebb volt a kapcsolattartás. Azoknál a szülőknél, illetve gyerekeknél, akik mondjuk eszközzel vagy internet hozzáféréssel nem rendelkeznek, egyébként velük volt az egyszerűbb dolgunk, mert részükről a hajlandóság megvolt. Gondolok itt a vidéki telephelyeinkre, vagy néhány olyan családra, aki itt Barcson is a Deák Ferenc általános iskolába jár.
Őket telefonon sikerült az elején elérnünk. Voltak, akik papír alapon kapták a feladatokat napi, vagy akár heti rendszerességgel. Voltak olyan diákok, akiket végig a kisebbségi önkormányzat segítségével sikerült munkára bírnunk. Nekik ezúton is köszönjük a támogatást. A problémát inkább azok a diákok és szülők jelentették, akiknek ugyan eszközük és internet hozzáférésük volt, de néhányan hanyagságból nem vettek részt ebben a munkában. Számukra sajnos többször kellett az iskolának is felszólító levelet küldenie, de voltak olyan esetek, ahol már a gyermekjóléti szolgálatig is eljutott az eset, és ők is felvették velük a kapcsolatot. Ezekkel a felzárkóztató foglalkozásokkal sikerül nekik befejezni a tanévet majd? Hát én úgy gondolom, hogy igen, mi minden erőnkkel ezen leszünk, hogy évet ismételni, ez miatt a digitális munkarend, illetve a járványhelyzet miatt senkinek ne kelljen. Aki esetleg mégis elégtelen osztályzatot kap majd a bizonyítványában, én minden bizonnyal meg vagyok arról győződve, hogy az kizárólag a saját hibájából fordulhat elő, hiszen mind az iskola, mind a pedagógusok jó szándéka megvan ez ügyben, és aki igenis tenni szeretne érte, az itt az utolsó két hétben bebizonyíthatja azt, hogy ő megfelel és elvégzi a rábízott feladatokat. A többség egyébként mondhatjuk azt, hogy nagyon sikeresen vette az akadályt? Igen, mondhatjuk. Az elején, amikor az egész március közepén elindult ez az új munkarend, akkor nagyon lelkesek voltak a gyerekek, hogy így mondjam. A pedagógusok számára iszonyatos terhet és munkát jelentett. Hetek, hónapok alatt fényéveket fejlődtünk az IKT eszközök használatában és a digitális kultúránkban, hiszen rá voltunk kényszerülve. Voltak hullámvölgyek, úgy gondolom, amikor azért már a diákok részéről is az 5.-6. héten már kicsit enyhült a figyelem és a lelkesedés, mert hát azért ezt is meg lehet unni, de én úgy gondolom, hogy jól vettük az akadályokat, és a kollégák sikeresen újra felcsigázták a gyerekek érdeklődését. Egy kis vidámabb kérdés, bár mondjuk ez is egész pozitív kicsengésű volt. A Deák Ferenc Általános Iskolában az utóbbi időben hányszor szünet van, egy hosszabb szünet, utána mindig valami meglepetést se szembesülnek a gyerekek az iskolában, valami meglepetéssel várják őket. Most sikerült valami meglepetést összehozni? Hát remélem, hogy sikerülni fog. Jelenleg még folyamatban vannak ezek a munkálatok. Ugye a technikai dolgozók a digitális munkarendben sem otthonról végezték a munkájukat, hanem ők akkor is aktívak voltak, és igyekeztek ezeket a meglepetéseket elvégezni. Jelenleg a kerítés festés az egyik nagyobb projektünk, erre már hosszabb ideje készültünk, egészen rossz állapotban volt a kerítés, az elmúlt év során sikerült azokat a részeket felújítanunk, ahol már a lécek elkorhadtak, most ezt a részét le is festjük. Reményeink szerint rövid időn belül majd az egész kerítés egységes és szép lesz. Ezen kívül van egy nyertes pályázatunk, aminek a megvalósítási időszakába lépünk. Ez pedig a HACS-hoz benyújtott Épp testben, épp lélek című pályázatunk, melynek során egy kondi park fog épülni a Felsősök udvarán. Június 2-án kerül átadásra a terület a kivitelező számára, és ezt követően hamarosan ő meg is kezdi a munkálatokat, és reményeink szerint a következő tanév elejére, a következő tanévnyitóra már birtokba vehetik a gyerekek az új kondi parkot. Sok sikert ennek a kivitelezéséhez, és akkor a tanévzárásnak az utolsó heteihez is. Köszönjük szépen! Az iskolákban hamarosan egy-két héten belül kezdődik a szünet, a strandon viszont most ért véget a kényszerű szünet. Ez alatt a kényszerű zárvatartás alatt a medencék fugázásánál, a szokásos nyitás előtti teendőknél azért most több munka jutott a strand dolgozóinak. Pünkösdre azonban a kültéri medencéket nyithatja csak meg a Barcsi komplexum,
így a wellnessre vágyóknak még egy kicsit várniuk kell. Az előírások szigorúak, az engedélyezett vendégszámot be kell tartani, mi pedig mutatjuk az első napok tapasztalatait. Fürdőnyitást követő első pillanatok egyike, minden készen a vendégek fogadására, de egyelőre még a csend és a nyugalom a főszereplő. A napfény, a strandidő, a fürdőzők, a gyermekricsaj, az örömkiáltások és kacajok még váratnak magukra. No és a május 28-ai nyitás is csak részleges, hisz csak a kültéri medencéket érinti, és a fürdőzők létszámát is korlátozza, maximum 327 főben. A járványhelyzet enyhülésével ugye az NNK kiadott egy állásfoglalást, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ami alapján indítottuk el a fürdő üzemét. Ez azt jelenti, hogy csak a külső szolgáltatások üzemelnek, a külső négy medencét vették igénybe a vendégeink, és több szigorítás is történt, akár a higiéniai területen, illetve takarítás, fertőtlenítés területén is. Az új, ideiglenes működés és szolgáltatás szabályait megtalálni a fürdő honlapján, illetve a Facebook oldalán. Ha a vendég úgy gondolja, hogy ezek alapján megfelelkezi a fürdőnket, akkor a következő, amivel szembe találja magát, hogy a pénztárhoz érkezéskor be kell tartani az izolációs távolságot, ez fel van festve. Ahogy közelebb kerül a vendég a pénztárhoz, készfertőtlenítést kell végeznie, és még testhőmérséklet mérés is következik. Ezután vásárolhatja meg a jegyét a vendég, és így kerül a fürdő területére. A fürdő területén újabb korlátozásokkal szembesülni. Miután csak a kültéri medencék használhatók, ezért az öltözéshez is csak a kültéri kabinok használhatók. Tulajdonképpen ez sem tekinthető olyan nagyon korlátozásnak, hisz ez hozzátartozik a strandolás érzetéhez. Az élményelemek hiánya másokat elkeserít, csak az élménymedence oldalmasszázsa működik most a nyitás követő időszakban. Még ez az egyszerűsített strandüzem is igazi felüdülést nyújthat azonban a nagy melegben, csak jusson be valaki a fürdőre, hisz létszámkorlát is lesz. A Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszámolta a vízfelület alapján, hogy az izolációnak elegettéve hány fürdőző lehet egy-egy strandon. Ez Barcson az élménymedencénél 126 főt, a kültéri úszómedencénél 101 főt, a gyermekmedencében 25-öt, míg a termálban 75 főt jelent. Ez a 327 a normál üzem körülbelül 40%-a. Amint elérjük ezt a számot, úgy kint maradnak a vendégek, és ahogy a bentiek közül valaki távozik, úgy mehet be egy újabb látogató. Medencére, strandra egyaránt vonatkozik ez a szabály. Ettől egyelőre még nem kell tartani, ugyanis a létszámkorlát még nem jelent problémát. A veszélyhelyzet, a szolgáltatásbeli korlátozások és az időjárás közösen tesznek a forgalom elmaradásáért. Az időtől természetesen függ, hát 600, esetleg 800-900 fő is előfordult, eljött a fürdőre ebben az időszakban, de én azt gondolom, ennek a harmad része, ha eljön, akkor örülhetünk. Kíváncsian várjuk a forgalom alakulást és a vendégek érkezését, melyre a kényszerszünet alatt alaposan felkészültek a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ dolgozói. A kényszerszünet egy nagyon komoly karbantartást végeztünk, takarítást, minden felületet rendbe tettünk a gépházba, a vízgépészetbe, karbantartásokat végeztünk, csapokat cseréltünk, javítottunk, tartályokat fertőtlenítettünk. Az egész fürdő elvégeztük a fugázást, amire eddig nem volt lehetőségünk, tehát kihasználtuk teljesen, amit lehet, hogy következő néhány évben nem tudunk majd elvégezni. A nyitással sokat nem csúszott az intézmény, az előző években is május elején kezdték tölteni a kültéri medencéket, és a vízszűrést követően 20-a környékén fogadták a vendégeket, csak akkor kint is, bent is. Most a kültéri medencék érhetők el, és a csökkentett üzemmódnak megfelelően csak wellness használat nélküli egésznapos belépők bérletek válthatók,
jegyárusítás a pénztár oldalablakán történik, a be- és kilépés pedig a forgókapun keresztül. Sem a strandnyitás, sem az elmaradt májusi kánikula nem rendezi át az idei évben az iskolák tanrendjét, hisz online oktatási rendszerről beszélünk továbbra is, legalábbis az általános iskolákban, ott már így marad minden a tanév végéig. De például a szakmunkás képzőben és a szivárvány egymiben kezdődik a tantermi, az iskolai oktatás. Egy hét múlva beszámolunk arról, hogy hogy sikerült újra életet lehelni az oktatási intézményekben. Most azonban az Arany János általános iskola igazgatóját, Horváth Editet köszöntöm itt a szerkesztőségben. Jó napot kívánok, szia Edit! Szia, jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Amikor arról beszélünk, hogy május van, és hogy nyílik a strand, akkor általában mindig arra gondolunk, hogy szegény gyerekek ott bent vannak a tanteremben, és ott főnek, és ugye a pedagógusok ilyenkor próbálják őket menteni ki, kezdődnek a szabadtéri foglalkozások, a kirándulások, na és hát ugye közben ott vannak a záró dolgozatok. Ezzel szemben mi van most? Hát most már sokadik hete az online oktatás zajlik, úgyhogy ezúton is szeretném a szülőknek a türelmét megköszönni, és a gyerekekét is, akik egészen jól helytáltak ebben a különleges helyzetben. A pedagógusok is teljesen más oldalról ismerkedtek meg az oktatás módszereivel, úgyhogy elég sok kihívást állított elénk ez a rendhagyó oktatási forma. Annyiban következik most változás június 2-ától, hogy bár eddig is felügyeletre lehetőség volt, nem igazán igényelték a szülők, de úgy tűnik, hogy most már lassan elfogynak a szabadságok és azok a kiskapuk, amik a gyerekek megőrzését szolgálták, úgyhogy lassan felügyeletbe jelentkeznek vissza a gyerekek, illetve olyan felzárkóztató foglalkozásokat indítunk, főként azoknak a tanulóknak a számára, akik nem nagyon voltak elérhetők, vagy nem reagáltak a megkereséseinkre, akik most abból a célból, hogy megnyugtatóan lezárhassák a tanévet, kis csoportokba bejöhetnek az épületbe, és a pedagógusok segítségével megtörténik a felzárkóztatásuk. Ha mindez már most 2-ától indul, ez azt jelenti, hogy már meg kellett mindent szervezni. Hogyan sikerült ezt az egészet kitalálni, megszervezni, és hogy sikerül majd koordinálni? Hát természetesen a pedagógusok folyamatosan nyomon követték, hogy kik azok a tanulók, akik rendszeresen reagálnak a kérésekre, teljesítik a feladataikat, és kik azok, akik nem elérhetők számukra, vagy hát tulajdonképpen elérhetők, de nem reagálnak, és nem küldenek vissza megoldásokat. Őket gyűjtöttük össze, nekik hivatalos levelet küldtünk ki az iskola nevében, és hát a holnapi naptól megkezdődik a fejlesztés kis csoportokban szigorúan. Maximum 3 fő lehet egy teremben, természetesen minden olyan higiénés szabályt betartunk, ami kötelező. Hány főt érint ez az Arany János általános iskola esetében? Tehát hány gyerek volt, akit nem igazából sikerült az online oktatással elérni, és szüksége van erre a felzárkóztatásra? Több olyan tanuló van, akit elértünk, de megnyugtatóbb lenne, hogyha egy picit ráerősítene a pedagógus. Összesen 12 levelet küldtünk ki, ebbe szuloki gyerekek is benne voltak. Hangsúlyozom, ott sem a bukás veszélye miatt, hanem mindössze azért, hogy egy picit a pedagógus is megnyugtassa magát, sőt a szülőt is megnyugtassuk azzal kapcsolatban, hogy megnyugtatóan lezárhatja a tanévet a gyerek, és tovább haladhat a következő tanévben. Ugye ez az egyik kötelező feladat, ugye a másik pedig a felügyelet biztosítása, ahogy az imént is mondtad. Igen, hát a felügyelet az tulajdonképpen nem tanórát jelent, ott igazából, ahogy a nevében is benne van, felügyelünk a kisgyerekre, természetesen az étkezés igényelhető, és ezt biztosítjuk számára. Jelen pillanatban 1 fő jelentkezett még, de azt gondolom, hogy a szülők szabadságának a fogyása majd azt eredményezi, hogy egyre nagyobb lesz erre is az igény. Hát igen, meg hát a tapasztalat majd, amikor már a szülők egymás között is beszélnek róla, és nem csak elvi lehetőség, hanem már kézzelfogható, akkor valószínű, hogy többen fognak kopogtatni és jelentkezni. De a nyár nem csak kötelező feladatokat tartogat majd, vagy a következő hetek nem csak kötelező feladatokat, hanem választhatókat is tartogat, ahova majd szívesen mennek a gyerekek. Igen, a táborozás lehetősége most már újra felmerült, elég sokáig
ez lógott a levegőben, nem tudtuk, hogy mit kezdjünk vele. Ugye, ahogy az osztálykirándulásokat is le kellett fújni, ezekre nem kerülhetett sor, ahogy a nagy rendezvényeket, és hát nagyon sajnálatos, hogy a ballagás se szervezhető meg olyan formában, ahogy eddig történt, de talán ennek a szerencsétlen helyzetnek egy különleges lehetősége az, hogy most egy olyan online ballagást szervezhetünk, ami még eddig nem volt, illetve hát a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy az osztályfőnöktől és a pedagógusoktól elköszönjenek. Osztályonként szigorúan, tehát együtt nagy tömeg nem verődhet össze, sajnos a szülőket erre a rendezvényre nem tudjuk beengedni, és maga az osztályfőnöki óra zajlik le a hagyományos értelemben, az összes többi, ami a ballagáshoz kapcsolódik, azt majd utána 10 órakor nézhetik meg, június 13-án. Térjünk vissza egy kicsit a táborokra még. Milyen tábor lehetőségek lesznek? Hát az Erzsébet táborokkal kapcsolatban kaptuk azt az információt a Kaposvári Tankerületi Központtól, hogy a szervezésük megkezdődhet. Jelen pillanatban egy előzetes felmérésen vagyunk túl. Úgy tűnik, hogy az első turnusban, tehát a kezdő turnusokra lesz majd igény. Szigorúak azok a szabályok, hogy 10 gyerek és egy felnőtt alkot egy közösséget. Most még a kirándulások, mert hiszen tudjuk, hogy ezeknek a táboroknak van egy ilyen kötelező eleme, ami egy külső helyszín megközelítését tartalmazza. Ezek a kirándulások se szervezhetők úgy, hogy mondjuk 5 csoport egy nagy busszal, hanem ezt is csak korlátozott körülmények között. Igyekszünk majd ezt úgy szervezni, hogy a gyerekek számára azért ez érdekes és kedves legyen, bár egy kicsit úgy érzem, hogy megvan az a veszélye, hogy a gyerekek most nagyon fognak örülni egymásnak, és ezeket a csoportokat nehéz lesz majd egymástól elkülöníteni, de majd megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy találkozzanak. Ez ugye most az az Erzsébet tábor, vagy arról beszélgetünk, amit lesz majd az iskolában, és innét szerveznek majd aztán kirándulásokat. Így van, ez az Erzsébet napközis tábor, aminek mindig vannak olyan elemei, aminek mi most különösen örülünk, például a testmozgás, amit hát különböző sportokkal tudunk majd kimeríteni, illetve hát nagy öröm volt a tanév elején az, hogy ökoiskola címet kaptunk, de most úgy gondolom, hogy itt a tábor lehetőséget ad arra, hogy ennek is megfelelően teljesítsünk, hiszen most itt az online oktatás ideje alatt a földnapját sem tudtuk olyan értelemben megtartani, ahogy szoktuk. Viszont azt gondolom, hogy ez is egy különleges dolog volt most, hiszen a gyerekektől kértünk be fényképeket, abból készítettünk egy videót, és tulajdonképpen minden gyerek magáinak érezhette ezt a napot, attól függetlenül, hogy most nem az iskola területén töltöttük el. És akkor most itt a napközis táborban mi az, amit be lehet pótolni? Hát az iskola környezetének a szépítésén eddig is fáradoztak, hát jelen pillanatban a takarítóink, karbantartóink, de tapasztalat az volt, hogy a gyerekek is szívesen csinálták akár a virágosítást, akár az udvar rendben tartását, és ez is egy olyan elem, ami a tábornak a kötelező része, illetve hát nyilván kézműves foglalkozások, ami megint csak egy kötelező elem, ahogy említettem, a külső kirándulás, amin még úgy gondolkodunk, hogy ez konkrétan mi legyen, vagy hova tervezzük. Ez egy hét napközis lehetőséget jelent, napközis tábor lehetőséget, vagy több hét, tehát mi közül választhatnak a gyerekek, vagy mekkora lehetőségek kínálkoznak most az aranyban? Több hétre is igényelhető a tábor, de jelen pillanatban hangsúlyozom, hogy a szülők az első két hetet célozták meg. Tehát akkor most csak az első két hétről beszélünk. Így van. Ezt kérték a szünet utáni első két hétről. A szünet utáni első két hétről, igen. De a szünetig is van még pár hét. Mi az, ami most az iskolában zajlik? Jelen pillanatban ugye gyerekek csak vagy felügyelet céljából jöhetnek be, vagy a fejlesztésekre, amire a pedagógus hívja be őket, de a munka az folyamatos. A járványhelyzet miatt korlátozottak az anyagi lehetőségek a tankerületen belül is, viszont van olyan munka, ami nem odázható el, és például a judóterem felújítását azt megkezdtük a judó szakosztály segítségével. A többi tantermet is végig jártuk, amikor a fertőtlenítő takarítások véget értek. Nagyon olyan helyzet nem alakult ki, ami használhatatlanná tett volna bármelyik termet is. Ez az egyetlen terem, aminek a felújítása viszont már zajlik. Mi lesz a nyáron? Marad a kötelező felügyelet egész nyárra?
Amennyiben igény van rá, természetesen ezt akkor biztosítanunk kell. A tapasztalat eddig is az volt, hogy abban az esetben, hogyha csak egy vagy két kisgyerek van, akkor a szülők inkább próbálnak más megoldást keresni, hiszen a gyerekek se érzik jól magukat, ha egyedül mondjuk egy-egy pedagógussal vannak, bármilyen érdekes tevékenységet, vagy társasjátékot, vagy bármit is találunk ki, azért azt hiszem, hogy ebben a néhány hónapban egymás társaságát hiányolják a leginkább. Mi az üzenet most a szülőknek, diákoknak? Továbbra is azt mondom, hogy hálás köszönetünk a szülőknek és a diákoknak, és egy icipici türelmet kérünk még. A kollégákkal együtt azon az állásponton vagyunk, hogy ez a néhány hét és hónap inkább a szinten tartásra koncentrált, bár voltak nagyon kellemes meglepetések és olyan előrehaladások is, ami meglepett minket, de mindenki nyugodjon meg abban a tekintetben, hogy mindenki tudja, az összes pedagógus és a szülők is remélem érzik azt a segítő szándékot, hogy szeptembertől, ha újra nyit az iskola, akkor a tanítást ott fogjuk folytatni, ahol kénytelenek voltunk abba hagyni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó munkát nektek még erre a pár hétre, és jó pihenést majd a nyári hetekre. Nagyon szépen köszönjük. Maradjunk még egy kicsit a nyári szabadságolások és a nyaralások témakörnél. Ugye enyhülnek a korlátozások, megnyílnak a játszóterek, az éttermek a teraszokon és a beltéren is kiszolgálhatják a vendégeket, de vajon hogy alakulnak a tervezett nyaralások? Megvalósulhatnak-e? És ha igen, hova utaznak a barcsiak? Az utca emberét kérdeztük a 2020-as év tervezett, esetenként áttervezett nyaralásáról. Az idei nyárra átrendeződtek a foglalások, a külföldi utazások nagy részét vagy lemondták, vagy pedig egy későbbi időpontra helyezték át. Sok esetben még mindig kivárnak a nyaralni vágyók, várva a határátlépésnél az enyhítést. A barcsiak körében akad, aki megszokott éves programrairól is le kell mondjon, vagy ha nem is lemondania, de át kell szerveznie a kikapcsolódását. Igazából semmit nem terveztünk. A járvány miatt még az unokákkal is csak esetleg egy-egy napra valahová fogunk tudni elmenni. Hát eddig akadicatanya volt minden évben a menő, most az idén valami más fogunk keresni. Az már biztos, hogy az idei nyaralás a legtöbb országban egészen máshogy fog kinézni, mint amihez eddig hozzászoktunk. Több országban is szigorú feltételek vannak még a beutazásokra, de a külföldi úti cél több barcsi listáján is szerepel. Igen, terveztünk, de lemondtuk a vírusra való tekintettel, a vírushelyzetre való tekintettel. Nem mi aggódtunk miatta, hanem leginkább ugye az én férjem tűzoltó. És nem vagyunk biztos benne, hogy megkapja az engedélyt arra, hogy egyáltalán az országot elhagyhassa. A legtöbb utazási iroda korrektül áll partnereikhez, vagy időpont áthelyezéssel, vagy kuponok és utalmányok esetében felhasználás meghosszabbítással, de bizonyos esetekben akár foglaló visszafizetéssel is próbálják ügyfeleik kárát enyhíteni. Hát egy 10 napra szerettünk volna lemenni, de le kellett mondanunk, de a szállásadó hál' Istennek rugalmas volt, úgyhogy meg tudta oldani, és vissza is utalta már a foglalásunkat, természetesen gond nélkül. Még a kisiskolások is tudják, hogy idén máshogy alakulnak a nyaralások, tisztában vannak vele, hogy a korlátozások például a strandra bemenők számát is befolyásolja. Elmenjünk a Balatonra, a strandra, meg minden ide-ova. Meg kell tudnunk, hogy hányan mehetnek, meg hány főtől lehet bemenni. Szerencsésebb helyzetben vannak azok, akik saját nyaralóval rendelkeznek. Náluk a kérdés nem is igazán az, hogy terveznek-e az idei évre nyaralást, hanem az, hogy mikorra. Hát tuti, hogy tervezünk, és tuti, hogy sikerülni fog megvalósítani is. Különösen azért, mert én a tengerre járok le. Vodicén van nyaralunk, és a családom imádja Vodicét, meg a tengert, meg azt az elképesztő kékséget, hát meg a világ mozgását. A horvát tenger szépsége évről évről vonza a barcsiakat, sokan utaznak át, ha csak egy-két napra, és nem is a legtávolabb esőpartokra. A gyönyörű kékség kedvelői egyelőre várakozó állásban vannak, de egy-két héten belül már nyílhatnak a kapuk, fel lehet fedezni a kultúra szépségeit és sajátosságait is. Halat szoktunk elég finoman, nagyon finoman csinálják, nem elég, nagyon finoman csinálják, tengergyümölcs, kiváló, nem beszélve a horvát sörökről.
anélkül az élet mit sem érlen. Sok embernek a nyaralása kikapcsolódásról, pihenésről, sziesztázásról szól. Ilyenkor az ember ki tud olvasni egy jó könyvet, kötni tud egy kis sapkát az unokának, vagy akár több szériát is végignézhet kedvenc sorozatából. Vannak azonban, akik az aktív kikapcsolódást választják még a nyaraláskor is, legyen szó akár a magyar vagy a horvát tengerről. Mi biciklisek vagyunk, visszük a biciklit, és megyünk a Balaton körül, meg Viren is a szigeten, akkor be Zadarba, rengeteget sétálunk, nordikozunk, úgyhogy aktív. És az unokákkal, hogy néz ki a nyaralás? Az unokákra vigyáznak a nagyszülők, hogy gyerekek meg addig bulatnak? Na hát igazán fürdés, etetés, főzöcske. Már biciklizünk velük is amúgy. A nyaralókat is megosztja a vírus. Van, aki visszafogottabban csak a környékre, vagy nem túl messze tervez utazásokat, és vannak olyanok is, akik a további úti célok közé tűzik ki a tengert is akár. Ami a barcsiak megkérdezése után kiderült, a legtöbb ember azért valamilyen módon, ha a szó nem is klasszikus értelmében, de mindenképp tervez valami kikapcsolódást, utazást a nyárra, legtöbben családdal, unokákkal, közösségben. Megosztotta a koronavírus miatti korlátozások sora a szépségiparban dolgozókat is. Volt, aki végig dolgozta ezt az időszakot, féltve megélhetését és vendégkörét, mások pedig teljesen bezártak. Miként élték meg ezeket a heteket a fodrászok és a műkörmösök? Gazdasági körképünk folytatásában ennek jártunk utána. Az enyhítések után nagyobb forgalommal számolhatnak a fodrászok, manikürösök és talán a kozmetikusok is. A szépségipar talán visszatér a megszokott működéshez. A vendégek más-más igényekkel készültek a karantén idejére. Nem ártott előre gondolkodni, amennyire lehetett, hiszen egy különleges bánásmódot igénylő frizura vagy egy műköröm házi körülmények között bizony nehezen ápolható és tartható, elviselhető, szép állapotban. Én össze is számoltam, az első héten mindenkit személyesen megkerestem, és megbeszéltük, hogy leszedjem, akarja, próbáltunk mindenféle megoldást, kinek mi volt a legjobb. Ilyen 20%-ának szerintem leszedtem, mert beteg volt az anyukája, vagy gyerek, vagy akármi, de leszedtem, hogy ne akadályozza utána, ki tudja, mikor csinálhatom meg. A többieknek meg ilyen hosszú távú megoldás, de ilyen 30% volt az, aki így félelemből, az mindenki dolgozott. Tehát aki dolgozni megy másnap is, az nem fél, amíg kiszolgált téged a boltba. A vendégkört valamennyire azonban formálni kellett, szelektálni kellett, fontossági sorrendet kellett tenni. Az idősebbek, akiket a pedikűr egészségügyi szempontból szolgál ki, természetesen helyet kaptak, ugyanúgy, mint a nap-mint-nap munkába járók is. Kata úgy gondolja, hogy mindenkivel meg lehetett értetni, hogy a lehető legészszerűbben kezelje a dolgokat. A vidékiek ne üljenek buszra, ne tömegközlekedjenek, a fiatalok pedig tartsák szem előtt mások egészségét. Arról azonban, ha valaki mégis időpontot foglalt, Kata különösen nagy figyelemmel gondoskodott. Nálam sem jöttek a futárok, de én elég beteg vagyok, és nálam mindig mindenből nagyon sok van, úgyhogy én nekem véletlenszerűen 6 liter fertőtlenítő volt, és nekem minden tényleg nagyon sok volt, és mivel maszkban dolgozom, ezért rengeteg maszkom volt, és tudtam, hogy gond lesz a lányoknak a maszk, ezért anyukám rengeteg maszkot gyártott nekik, kinek milyen a stílusa, és mindenki kapott egy maszkot, és abban jönnek azóta is. A járványügyi előírásoknak való megfelelés nem okozott különös nehézséget a műkörömépítőnek. Egy szalonban ugyanis megszokott, hogy a szakember maszkot visel és rendszeresen fertőtlenít. Kata elmondása szerint most is ugyanígy folyamatosan fertőtlenített, maszkot használt, többször áttörölt minden felületet. A vendégek többsége így biztonságban érezte magát, és igénybe vette a szolgáltatásait. Hullámzó volt, ahogy szerintem mindenkinél, hogyha sok híradót néztél, akkor bestresszeltél, hogyha nem, akkor igazából ment az élet lassan, de ment. De mivel nagyon sok vendégem ugyanúgy dolgozott, boltba, egészségügyben, mindenhol, tehát igazából önnekik is megváltozott az életük, de mivel tenni kellett a dolgukat, ezért szerintem mindenki helyén kezelte. Kata elmondása szerint vállalkozása stabil lábon áll, sikerült jól átvészelnie a krízist, de ehhez nem csak a szervezés és a sok fertőtlenítőszer volt a kulcs. A legfontosabb dolog továbbra is a vendégeinek megtartása és teljes körű kiszolgálása volt. Azt gondolom, hogy nem ezen múlik, hogy én dolgoztam-e végig, hanem azon, hogy személyesen kerestem meg mindenkit, hiszen nem tömegek járnak
kicsi helység, egyedül vagyok, ami fontos, mert hogyha többen lennénk, akkor ezt nem lehetne megcsinálni, de a személyes megkeresés és a személyes beszélgetés szerintem az, ami a legfontosabb volt a csajoknál. Persze fölkészültem arra, hogy haza kell mennem, és megpakoltam mindenféle rekeszeket, hogy ne unatkozzak otthon, de hál' Isten ez nem következett be. Volt, aki azonban a bezárás mellett döntött, de a korlátozások nem voltak mindig teljesen egyértelműek, és így nehéz volt sokszor eldönteni, hogy mi volna a legkedvezőbb, mind vendégnek, mind pedig szolgáltatónak. Pongráncné Petrákovics Fanni fodrász 2019 áprilisában nyitotta üzletét, szép vendégkört sikerült kiépítenie, így nehéz is volt számára meghozni a döntést, mellyel közel 2 hónapra szüneteltette tevékenységét. Nagyon sokat vívottam azon, hogy bezárjak-e, illetve nyitva maradjak. Én hagytam időt arra, hogy végül is tényleg hitelesek-e az információk, amiket közölnek velünk. Mivel annyira bizonytalan volt a helyzet, egyáltalán nem voltam abban biztos, hogy most mennyire nagy a baj. Amikor jött a 3 órás korlátozás, akkor én még nyitva voltam. Nem tudtam biztosra, hogy ez ránk is vonatkozik-e, viszont úgy gondolom, hogy mindent igyekeztem megmozgatni, mire kiderült, hogy végül is ránk nem vonatkozik ez a korlátozás. Én viszont ennek ellenére betartottam, de 2 napnál nem tovább, hiszen ezek után döntöttem úgy én is, hogy itt az ideje bezárni. A bezárás ellenére Fanni igyekezett a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből, alternatív módszereket választott az értékesítésre, mely természetesen nem csak saját, hanem elsősorban vendégei érdekeit is szolgálta. Közel 2 hónapig voltam bezárva, és próbáltam segíteni a vendégeimnek, hiszen ez alatt az időszak alatt rájöttem arra, illetve rájöttünk, hogy bizony az embereknek a frizurájuk nem egy utolsó szempont, ezért úgy döntöttem, hogy próbálok nekik segíteni, hogy otthon be tudják festeni a hajukat, tudják kezelni, megfelelően ápolni, ezért tartottam 1-2 olyan napot, amikor el tudtak hozzám jönni, természetesen szigorú szabályokat betartva, és tudtak tőlem vásárolni olyan termékeket, amik kellenek az otthoni hajápoláshoz. Ekkor Fanni maszkban és kesztyűben fogadta a vendégeket, nyitott ajtónál és ablaknál zajlott le a csere, fertőtlenítővel átkezelt minden felületet, és természetesen a vendégeknek is csak maszkban volt szabad az üzletben megjelenniük. Az üzletvezető egy ózongenerátort is beszerzett, a nap folyamán többször is tisztítva vele az üzlethelységet. Lassan tér vissza a régi rend, de ennek kialakításához is komoly szervezésre van szükség. Május 4-től dolgozom, korlátozott nyitvatartással. A vendégeim nagy része megmaradt, elég sokan, és ennek nagyon örülök. Türelmesen várnak arra, hogy sorra kerüljenek, viszont ez elég sok időbe telik. Úgy gondolom, hogy nem mindegy az, hogy mire mennyi esély van, ezért én a májusi hónapot úgy csináltam végig, hogy napi 4 órát dolgoztam. Ez tényleg egy nagyon korlátozott idő ahhoz képest, hogy eddig mennyi ideig voltam nyitva. A megkérdezett szolgáltatót mindegyike tervezett beruházást ebben az évben, melyek elugyan nem maradnak, de megvalósításuk egy kicsit elhúzódik. Fanni esetében új termékek és kezelések bevezetése lett volna az új projekt, de nem aggódik, elmondása szerint, ha később is, de pár hónap múlva meg tudja valósítani elképzeléseit. Kata folyamatosan a megújuláson gondolkodik, tartalékai vannak, stabil lábon áll vállalkozása, de jelen helyzetben ő is inkább kivár. Minden esetre a hölgyek nem csüggednek, bizalommal tekintenek a jövőbe, és mindent megtesznek vendégkörük megtartásáért. Ha valakik, ők tudják, a szépségért bizony olykor szenvedni kell. Ennyi fért e heti krónikánkba, nézzük még egyszer a főbb témákat röviden. Turisztikai központtá alakul a Barcsi Dohány és Sóraktár épülete a Dráva partján. Több mint 1 milliós fejlesztés indul a kikötőnél. Újrakezdés. Megnyitott a kültéri medencéit a Barcsi strand is a hosszú hétvégére. A kötelező ügyelettartás mellett gyalogos és kerékpáros túrákra készül a Deák Ferenc általános iskola.
Lesz táborozás az Arany János Általános Iskolában is, már megkezdődtek a napközis tábor előkészületei és a judoterem felújítási munkálatai is. Átfoglalás, lemondások, halasztások, nem kis tervezést igényel a barcsiak idei nyaralása, a járókelőket kérdeztük. Lassacskán a szépségipar szolgáltatóinak rendje is helyreáll, szigorú rend szerint fogadják vendégeiket a barcsi manikűrösök és fodrászok is. Közéleti magazinunk ezzel véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk Önöket itt a Hit Televízió képernyői előtt, hisz egy hét múlva újra jelentkezünk friss barcsi hírekkel, és természetesen a 102.7-en is várjuk Önöket a hét minden napján. Viszontlátásra, viszonthallásra!